Én tudom azt, hogy milyen nehéz hinni. Hogy hinni azoknak a politikusoknak, akik jót ígérnek. Hogy milyen nehéz elfogadtatni azt, hogy a politika az nem csak a lopás és a hazudozás szinonimája. Hogy milyen nehéz újra visszaadni a hitet abban, hogy a politika az igenis egy nemes és hasznos dolog, amit azért teszünk, hogy szolgáljunk egy népet. Esküt teszek nektek arra, ha miniszterelnök leszek, egy olyan országot építünk, ahol nem a nép szolgálja a hatalmat, hanem a hatalom szolgálja a népet. Olyan közös országot építünk, ahol a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet. Olyan köztársaságot, ahol a jog asztalánál ott ülhet mindenki. És olyan országot, olyan államot, ahol a dicsőséges nagyurak, akik szétkapták az országot, megkapják a méltó büntetésüket. És egy olyan országot, ahol valóban levágjuk a kezét annak, aki elsőként akar a közös kasszába nyúlni. Én esküvel vállalom, hogy ilyen szolgálótok leszek. De egy esküt tőletek is kérek, hogy eljöttök szavazni. És arra is kérek titeket, hogy amikor hazamentek, akkor mondjátok el az összes barátotoknak, az összes ismerősötöknek, hogy a változás itt van, a változás itt kopogtat az ajtókunkon, hogy itt az esély, hogy új lappal egy új országot építsünk maguknak, itt az ideje, hogy a magyarok talpra álljanak, hogy megdöntsük a bábanyainkat és megerősítsük a hitünket önmagukban. Itt az ideje, hogy a sarkára álljon az ország. Itt az ideje, hogy elmondjuk a talpra magyar első két sorát. Talpra magyar, mi a haza? Itt az idő, most vagy soha! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, a sajtó munkatársait, és hát az árnyék kormány 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva a leendő kormány tagjait is. 14 nap van a választásig, 14 nap van még hátra a változás beköszöntéig, és azt nem csak hisszük, hanem tudjuk és látjuk, hogy Magyarországon ma egyetlen olyan erő van, egyetlen olyan politikai szövetség van, amely képes alternatívát nyújtani az Orbán kormánnyal szemben. Egyetlen olyan politikai formáció van, amely készen áll ma a kormányzásra, kidolgozott kormányprogrammal rendelkezik, és amelynek van egy víziója, egy terve arra nézve, hogy merre kell az országot vezetni a következő 4-8 vagy akár 20 évben. Azt gondolom, hogy erről fogunk ma reggel is beszélni. A korábban meghirdetett politikai programunkat kibővítettük. 10-ből 100 pontunk lett, ha szabad ilyet. Én egyszerű szólamot használom. 10-ből 100 pontunk lett, politikai programból kormányprogramunk lett. Ezt szeretném ma bemutatni, erre kérlek titeket, erre kérem önöket, hogy ezt hallgassák meg, és fogadják sok szeretettel Karácsony Gergelyt, Magyarország következő miniszterelnökét. Jó napot kívánok, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai nap egy új időszámítás kezdődik. Egy új időszámítás, hiszen valóban 2 hét van Magyarország sorsfordító választásáig. 2 hét van addig, hogy a magyarok eldöntsék, hogy milyen országban akarnak élni. És 2 hét van addig, hogy meggyőzzünk minden változást akaró embert, hogy a szavazatával járuljon hozzá, hogy visszaadjuk nekik a sorsválasztás szabadságát. Hogy egy olyan országban éljünk, amely valóban lehetővé teszi minden magyar számára, hogy azt az életet élje, amelyet a tehetsége, szorgalma, lehetőségei szerint megérdemel. És ne azt, ami az őt körülvevő világ számára lehetővé tesz. Nagyon fontos azonban tudnunk, hogy ez a sorsfordító választás, ez nem csak a kormányváltásról kell, hogy szóljon. Nem csak arról szól, hogy elzavarjuk azokat, akik az elmúlt 8 évben visszaéltek a bizalmunkkal, visszaéltek a hatalommal. Nem csak arról szól, hogy lezárjuk a múltat.
Az Orbán kormány mindent megtett azért, hogy meggyűlöljük őket, és valóban nagyon sok választópolgárban rengeteg indulat van, és sokan úgy érzik, hogy minden mindegy, csak menjen a Fidesz. Én ma és az elkövetkező két hétben arról szeretnék beszélni, hogy nem csak az egyik szavazatunkkal lezárhatjuk a múltat, hanem egy másik szavazatunkkal meg is választhatjuk azt a jövőt, amit Magyarországnak kínálunk. Arról szeretnék beszélni az elkövetkező két hétben, hogy milyen országot szeretnék miniszterelnökként megvalósítani, hogy kik azok a szövetségesek, akikkel ezt közösen megtesszük, és mik azok a pontok, mik azok a lépések, amelyek Magyarországot előre viszik a szociális demokrácia új társadalmi modelljének a megvalósításához. Néhány héttel ezelőtt meghirdettem azt a 10 pontot, azt a 10 vállalást, amely ennek az új társadalmi gazdasági modellnek a 10 legfontosabb pillére lesz. Utána bemutattam azokat a kulcs szereplőket, akik a következő kormányzati struktúrában visszaadott kulcs területek stratégiai vezetői lesznek, és vállaltam azt is, hogy ezeken a területeken nem a pártok szakpolitikusaira, hanem pártoktól független, de az értékeinket vállaló szakértőkre bízzuk a kormányzást. És ma meghirdetjük azt a programot is, amit meg fogunk valósítani. Egyszer egy politikus azt mondta, hogy a választási program és a kormányprogram az 2 különböző dolog. Én nagyon határozottan azt gondolom, hogy ez nem így van. Azt gondolom, hogy ki kell állnunk a nyilvánosság elé, és el kell mondanunk lépésről lépésre, hogy mit kívánunk tenni. Én azt gondolom, hogy igen, a választási program és a kormányprogram egy és ugyanaz. Az a 100 pontból álló kormányprogram, amelyet ma a karácsonygergely.hu oldalon nyilvánosságra hozunk, annak a 10 pontnak a kibontása, amiről korábban már beszéltem. És ez lesz az a kormányprogram, amelyet a választás után, miután leváltottuk a Fideszt, és Orbán Viktor néhány hétig ügyvezető miniszterelnök marad, utána a parlament többségének a szavazatával Magyarország jövőbe vezető programjáként meg fogunk választani. Ez a program, ez a 100 lépés, ez a 100 pont egy új fejezet Magyarország történetében. A szövetség, amelyet létrehoztunk, a trikolor pirosa és a zöldje mellett ott tartalmazza azt a fehéret. A fehéret az új kezdetet, a tiszta lapot, hogy Magyarországon az elmúlt 8 év bűneiből és az elmúlt 30 év hibáiból és pozitívaiból egyaránt tanulva egy új korszakot, egy új kezdetet indítsunk a magyar politikában. Ez az új korszak arról szól, hogy a magyar társadalom és gazdaság fejlődését elsősorban az emberi tőkére kívánjuk alapozni. Hogy szakítunk azzal az egyoldalú gazdaságpolitikával, ami elsősorban a tőke, a külföldi tőke bevonzására építette a gazdaság fejlődését. És visszapótoljuk azokat a milliárdokat, amiket az elmúlt időszakban pont a humán ágazatokból, az oktatásból, az egészségből, a foglalkoztatás politikából, a szociálpolitikából a kormány kivont. És az emberek sikerességére alapozzuk Magyarország sikerességét. Ez a 100 pont arról szól, hogy ez az új modell létrehozza azt a széles középosztályt, amiről mindig beszéltünk a rendszerváltás óta, de valójában soha nem sikerült létrehozni. Ez arról szól, hogy a demokrácia a széles középosztályban gyökerezik. Egy olyan széles középosztályban, amiben könnyű bekerülni, de ami véd attól, hogy valaki kiessen belőle. Egy olyan országot szeretnénk, ami megfelel annak, amiről Deák Ferenc beszélt annak idején, hogy nem az a boldog ország, ahol a sok a gazdag, hanem az, ahol kevés a szegény. Ez az új kezdet, ez az új korszak arról szól, hogy a gazdaság sikerességét Magyarországon már megtelepedett nagyvállalkozások mellett a kis és közepes vállalkozások segítésére alapozzuk. Ez az új modell arról szól, hogy létrejön Magyarországon egy új társadalmi kiegyezés, hogy lezárjuk végre a szellemi polgárháború korszakát, és száműzzük a politikából azokat, akik száműzni akarják a nemzetből azokat, akik nem értenek velük egyet. Ez az új program arról szól, hogy igaz legyen az, amiről Csengei Dénes beszélt a rendszerváltás hajnalán, hogy Európában, de mindahányan. Ez az új program arról szól, hogy azok, akik Európában akarnak élni, azoknak nem kell elhagyniuk ezt az országot, mert Európát fogjuk idehozni,
És éppen ezért azokat a fejlesztési forrásokat, amelyeket ma a korrupció veszélyeztet, és amelyeket nagyon sokszor értelmetlen beruházásokra használjuk, azt valóban arra használjuk, hogy minden magyar polgár számára európai életet tudjunk biztosítani. Az elkövetkező két hétben erről a 100 pontról szeretnénk beszélni. Az összefogósdét meghagyjuk másnak. Én remélem, hogy még bővül az a szövetség, ami létrejött, de nem a szövetségről, hanem a választópolgárokkal kötött megállapodásról, a velük kötött szövetségről szeretnénk beszélni. És ennek a szövetségnek az az alapja, hogy mi világosan és büszkén vállaljuk, hogy mit szeretnénk tenni ebben az országban. Azt is megmondjuk, hogy kik lesznek azok a miniszterek, akik ezt az országot vezetni fogják. Cserébe azt kérjük, hogy az elmúlt 8 év sok-sok kudarca, bizalmatlansága után mégis adjanak hitet annak, hogy igenis lehet Magyarországon más a politika, méghozzá nem sokkal rosszabb, hanem sokkal jobb. Hogy Magyarországon egy új társadalmi modell, szóval szociális demokrácia modelljét közösen a választópolgárok akaratát képviselve meg is tudjuk valósítani. Az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sok szó esett arról a politikában, hogy mi történik az egyéni választókerületekben. Hogy kik az esélyes jelöltek. Ez egy fontos vita, de nem a legfontosabb. A legfontosabb vita az, hogy milyen országot szeretnénk. Legfontosabb az, hogy mindenki számára világos legyen, hogy 2 szavazatunk van. És nagyon nem mindegy, hogy a múltat lezáró egyéni jelöltre leadott szavazatunk mellett milyen jövőt választunk magunknak. Arra kérek tehát mindenkit, hogy túl azon, hogy nem lehet kérdés, hogy Orbánnak mennie kell. Arról is döntsenek, hogy mi jöjjön utána. Azt kérem minden választópolgártól, hogy egyrészt hallgasson az eszére, és nézze meg, hogy kik azok, akik valódi alternatívát kínálnak. Mert nincs Magyarországon olyan szövetség, amelynek ilyen kidolgozó programja lenne, amely ilyen széles körül lenne, és amely ilyen világosan vállalta volna azt, hogy milyen kormányzásra készül. De azt is kérem tőlük, hogy az eszük mellett hallgassanak a szívükre is. És gondoljanak bele abba, hogy a szívük nem véletlenül van a bal oldalon. Sokan kérdezik, hogy lesz-e összefogás. Szeretném mondani, hogy van. Hiszen az MSZP Párbeszéd Szövetség a legszélesebb szövetség ma a magyar politikában. Nem csak az MSZP és a Párbeszéd Szövetsége, hanem azoknak a szövetsége is, akik ma is itt ülnek velünk ebben a teremben. A Liberálisok Szövetsége, a Magyarországi Szociáldemokraták Szövetsége, az Európai Baloldal Szövetsége és a Balpárt Szövetsége is. 5 párt közös értékeit próbáltuk harmonizálni, és úgy érzem, hogy ez sikerült, hogy megszabjuk azt az irányt, amilyen irányba Magyarországnak mennie kell. És ebben a szövetségben ott vannak a civilek és a független jelöltek is, akiket szintén mi hoztunk be Magyarországon, annak érdekében, hogy azokban a körzetekben, ahol nekik van a legtöbb esélyük, ott mi képesek voltunk hátralépni, hogy ők tudjanak előrébb lépni. Van tehát szövetség, van tehát program, van árnyékkormány, van felkészült szakmai csapat, és van nyitottság arra, hogy ezt a programot a következő országgyűlésben a demokratikus ellenzéki pártokkal közösen meg tudjuk valósítani. Ezért ma ezt a programot elküldöm az LMP és a DK vezetőinek, és most szeretném mondani, hogy készen állunk arra, hogy ez a szövetség a parlamentben tovább bővüljön, és egy koalíciós kormányzás keretében ezt a programot megvalósítsuk. Új időszámítás van tehát, és ez nem csak arra vonatkozik, hogy ma hamarabb kellett kelnünk, hanem arra is vonatkozik, hogy az elkövetkező 2 hétben ennek az új időszámításnak a programjáról fogunk beszélni. Arról a programról, ami hitet és reményt adhat azoknak, akik úgy érzik, hogy nincs alternatíva, mert világosan mutatja azt, hogy a kormánynak valójában csak alternatívája van. Ez a választás tehát valóban sorsfordító. Sorsfordító az országnak, mert egy új társadalmi modellről dönthetünk. És sorsfordító az embereknek, akiknek vissza akarjuk adni a szociális demokrácia Magyarországán a sors választás szabadságát. Ez tehát az elkövetkező 2 hét programja a kampányban, és remélem, hogy az elkövetkező 4 év programja is a kormányzásban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Én is nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, a sajtó megjelent munkatársainak is köszönöm a részvételt. Arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy nem állt meg a kampány. Az utolsó két hétben is forgatunk még újabb és újabb kampányfilmeket, például ma is egyet. Hogyha van kedvetek, én buzdítanálak titeket, hogy vegyetek részt ennek a forgatásában. Egy mondatot kell elmondani, hogy mi ez a mondat, azt majd titokban elmondom a rendezvény után. Egyébként nem túlságosan nehéz, de azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha minél többen, minél több arc, minél több ember, minél több nézőpont tudna ebben érvényesülni. Úgyhogy kérlek titeket, hogy maradjatok még a rendezvény után. Tegyük össze ezt a filmet, kampányoljunk így is az utolsó két hétben, virtuálisan és aztán kint az utcán is. A kampányhajrához mindenkinek jó munkát kívánok, kitartást. Remélem, hogy azért az utolsó két hét egy picit jobb időben fog eltelni, mégiscsak kellemesebb napsütésben kampányolni kint az utcán, mint esős időben. De hogyha esik az idő, minket ez sem fog megakasztani. Hajrá, két hét múlva győzni fogunk. Mindenkinek jó munkát kívánok. Sziasztok!